A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy mit tehetünk az ízületek és a porcok regenerálása érdekében. Szeretettel köszöntök mindenkit! Két gyakori ízületi betegség van, a reumatoid artritis és az oszteoartritis. A reumatoid artritis egy olyan autoimmun állapot, amikor az immunrendszerünk megtámadja az ízületeinket, amely fájdalommal, duzzadással, végül az ízületek deformálódásával jár. Az artrózis, vagy oszteoartritis az ízületek kopásának következtében kialakuló gyulladásos betegség. Az első, amit bevethetünk mindkét artritis esetén, az a bor nyomelem. A bor közreműködik olyan enzimek működésében, amelyek kortizolt és más szteroid jellegű hormonokat állítanak elő. A kortizol a legfőbb gyulladás csökkentő a szervezetünkben, ezért írnak fel az orvosok is ugye szintetikus kortizoltartalmú gyógyszereket, krémeket, mert kevés a kortizol, vagy nem működik megfelelően. A bort kapszula formában tudjuk bevinni a legegyszerűbben. Sok egyéb hatása van, a csontok erősségében is szerepet játszik. A második természetes segítség mindkét artritis fél ellen a csalán. Ha kertesházban lakunk és van otthon csalán, egyszerűen egy kesztyűvel szedjük le a leveleket, és lassú körkörös mozgásokkal masszírozzuk a bőrbe a fájdalmas területen. Hasonló módon alkalmazhatjuk a csalán cseppet és tinktúrát is. A csalán legfőbb hatóanyaga a hangyasav, ami a szúrós égető hatást okozza, de tartalmaz hisztaminszerű vegyületeket, szerotonint és acetilkolint is. A csalánhoz hasonló hatásmechanizmussal működik egyébként a méhméreg is, amely szintén sokat segíthet mindkét fajta artritisnél. A méhmérget krémek formájában tudjuk alkalmazni. Reumatoid artritis alatt általában nagyon alacsony a kálium szintje a szervezetben. Az alacsony kálium szint nagy mértékben összefügg az alacsony kortizol szinttel. A legjobb kálium források a zöld színű leveles zöldségek, mint a mángold, a céklazöldje, a pak choj, a leveleskel. Érdemes azonban külön készítményekkel is kiegészíteni a napi kálium bevitelünket, kálium citrát tartalmú italporokkal. A káliumról készítettem korábban egy külön videósorozatot, itt megtekinthető. A kálium készítményekkel történő kiegészítő pótlásához ajánlom figyelmetbe az elektronik italport, melynek adagjával 1000 mg káliumot pótolhatunk. A negyedik eszköz a kezünkben az artritis tüneteinek csökkentésé, ez a tiszta mélypempő. A mélypempő egy hatékony természetes immunmodulátor, azaz segít az immunrendszer működését kiegyensúlyozni, biológiai markere a 10-HDA-sav, egy erős gyulladás ellenes vegyület. Súlyos artritis esetén a tiszta mélypempőből naponta 3 alkalommal vigyünk be 1-1 grammot. Porckopás esetén elősegíthetjük a regenerálódást a zöld kagyló segítségével, amely természetes formában tartalmaz glükozamint. A glükozamin a porcok egyik meghatározó építő eleme. Étrendkiegészítő kapszula formában pótolható. A kollagén készítmények és a húsleveslé mindkét fajta artritiszre nagyon jó. A fogyasztásukkal a kollagént felépítő aminosavakat, a prolint, a glicint és a hidroxiprolint visszük be a szervezetünkbe, amelyből a testünk létre tudja hozni a hiányzó porcszöveteket. Bármelyik kollagén típussal, tehát az 1-essel, a 2-essel és a 3-assal is segíthetjük az ízületek és a porcok regenerálódását. A húslevest lassú lángon főzzük 8-10 órán át, 1,5-2 kg húsból, csirkéből és csontos, velős marhahúsból. Az a jó, ha a lehűtés után a hűtőben tárolva egy pár óra múlva kocsonyává változik a leszült húsleves. A kollagén és a kollagén tartalmazó húsleveslé reumatoid artritis esetén is hasznos, ugyanis autoimmun betegségeknél szinte biztos, hogy áteresztő bélszindróma van jelen, melynek megszüntetéséhez, tehát a bélfalon lévő lyukak visszaépítéséhez az egyik legfontosabb pótolandó táplálék a kollagén. Mind reuma, mind porckopás esetén akár jelentős mértékben is csökkenthetjük a gyulladást és a fájdalmat egyes gyógynövények és fűszerek hatóanyagaival. A leghatékonyabbak a kurkumin, a kurkuma hatóanyaga ugye, a boszfélia szeráta, az indiai tömjének a gyantájából vonják ki, az ördögcsákja, vagy másik nevén az ördögkarom, a gyömbér, a fahéj és az oregano. A kolosztrummal mérsékelhetjük bizonyos mértékig a szteroidos gyulladás csökkentők okozta negatív hatásokat az immunrendszerünkben. Mondjuk, ha ugye például hosszú távon sok gyógyszert szedtünk a fájdalmak ellen. A
kolosztrum egy nagyon hatékony immunerősítő, és kiváltképpen hatékony a bélrendszerben lévő problémák helyreállítása terén, így például a már említett eresztő bélszindrómának a megszüntetéséhez. A kolosztrum lényegében optimalizálja az immunrendszert. És végül a D-vitamin, ami természetesen elengedhetetlen a gyulladás csökkentéshez, így a lehető legtöbbet a napon tölteni, magas zsírtartalmú ételeket enni, illetve D-vitamint pótolni készítményekkel, kulcsfontosságú a regenerálódáshoz. Súlyos esetben mindenképpen nagy dózist vigyünk be a D-ből, 20-30 ezer nemzetközi egységet, vagy akár még többet is, több adagban, és minden 10 ezer egységenként szedjünk 100 mikrogram jó minőségű MK7-es K2 vitamint is mellé. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.